hogyha én nekem a vizet oda kell adnom, ami nekem a kincs, ami a földben van, a földünkben van, akkor mi kérünk abból a vagyonból, ami az arabok földjében van. Nem így lenne az egyenlő? Kihasználva a helyzetet, hogy ezt felhoztad, rögtön mondjuk el, hogy a magyar történeti alkotmány alapelv rendszerei között nagyon jelentős szerepet játszik az a gondolat, hogy amit az Isten teremtett, tehát amit nem ember teremtett, a fölött tulajdont nem lehet szerezni. Azt csak birtokolni lehet. Magyarul ez egyúttal azt is jelenti, hogy akár az ásványkincsekről van szó, akár a vízről van szó, akár a földről van szó, akár a levegőről van szó. Még egyszer mondom, amit nem az ember teremtett, az csak és kizárólag a Szent Korona tulajdonába, tehát a nemzet közösségének a tulajdonába lehet, azon csak birtokjogot lehet szerezni, márpedig a birtokjog korlátozott. Az azt jelenti, hogy nem csinálhatsz belőle mást, nem alakíthatod át, nem telepíthetsz akkumulátorgyárat a termőföldedre. Alapvető probléma, amit legtöbbször barátai megkérdezett tőlem, hogy ugyan már, hagyjuk már ez a Szent Koronás hülyeséget, Gábor, ez régi, ez poros, ez a... És mindig el vagyok csodálkozva, hogy ennyire képtelenek az emberek felfogni, hogy ez egy nagyon modern dolog, a tulajdonnak egy olyan korlátozása tulajdonképpen, ami józan paraszti ésszel teljesen logikus, és azt állítani, hogy az a pénzdiktatúra, ami ma a világon van, és amely megpróbálja ezeket a dolgokat felülírni, hogy az a magasabb rendű. Dehogy. Az a magasabb rendű, hogy ez a közvagyon, ez mindannyiunké, de a nemzeté. Tehát mi nem fogunk kérni olajat senkitől, hanem meg fogjuk fizetni, de tőlünk se kérjen senki vizet, mert ez a víz a miénk, és az ásványkincseik is a miénk, és semmiféle lehetőséget nem biztosítunk ahhoz, hogy a magyar ásványkincseket valamiféle külföldi multinacionális cég termelje ki, és a profitot kivigye ebből az országból. Ha ezt meg tudná érteni a magyar társadalom jelentős része, akkor lehet, hogy már holnap egy komoly, nagyon jelentős változás lenne, és akkor képes lenne a kormány is rádöbbenni arra, hogy nekik az a kötelezettségük, hogy bennünket, a magyarságot szolgálják, és ne a tőke érdeket.